Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a könyv és filmajánló következő részében. Én egy regényt fogok ismertetni, amit az elmúlt hónapokban sikerült elolvasnom. A karantén okozta fölfordult életemben, mi máshoz is nyúlhattam volna, mint az orosz irodalom egyik kiválóságához, a Mester és Margarita című regényhez. Már az első oldalak után szerelembe ejtett az izgalmas történetfűzés, az abszurd, néha szürreális helyzetek, és mindaz a finom humor, ami mindezt megfűszerezi. Három szálon is fut ennek a hosszú regénynek a története. Először is megtudhatjuk, hogy hogyan szerzi vissza egy elmegyógyintézetbe került költő a rég nem látott szerelmét. A második szál egy Deus Ex Machina, pontosabban egy egész művön átfutó Diabolus Ex Machina, hiszen ebből azt tudhatjuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha a maga a sátán és a kísérete huzamosabb időben Moszkvában érkezik, és ott tevékenykedik, és nem utolsó sorban egy betétregényen keresztül kaphatunk egy alternatív megoldást Krisztusunk szenvedés történetére. A könyv végére nagyon izgalmas az, ahogy mindez a három történetszál így egybefonódik, és a hát első hallásra így egymástól távol álló dolgok összefűződnek. Nem is szaporítanám tovább a szót, kedvcsinálónak egy rövid részt olvasnék fel ebből. A történetben ott tartunk, hogy volt egy színházi előadást, amit Voland, azaz a sátán tartott a kíséretével, és ezután a színháznak a büfése járul hozzá, mint egy reklamálni. És hát jó házigazda lévén Voland úr megkínálja a büfést. Egy pohár bort, fehéret, vöröset, milyen bort szeret a legjobban ilyenkor déltájban? Köszönöm alásan, nem iszom. Kár. Akkor talán vessünk kockát? Vagy talán más játékokat kedvel? Kártyát, dominót? Nem játszom. Válaszolta a büfész kimerülten. Rosszul teszi. Jelentette ki a házigazda. Mondhat akármit, de valami nincs rendben az olyan férfival, aki nem iszik, nem játszik, kerüli a szép nők társaságát, meg az asztali beszélgetést. Az ilyen ember vagy súlyos beteg, vagy titokban gyűlöli embertársait. Kivétel persze akad. Megesett már, hogy bámulatosan nagy gazemberek is akadtak azok közt, akik lakoma asztalomhoz ültek levelem. Nos tehát, halljuk, mi áradban van. Hát tetszik tudni, egyebek között ugyebár bankok hullottak a mennyezetről. A büfé suttogóra fogta a hangját, és zavartan nézett körül. És a bankokat összeszedték. No és oda jön hozzám a büfében egy fiatalember, 10-essel fizet, én meg visszaadok neki 8,50-et, aztán egy másik. Szintén fiatal ember? Nem, egy idősebb. Utána a harmadik, negyedik. Mindenkinek visszaadok annyit, amennyi jár. Makasszát csinálok, hát a bankok helyett csak cédulákat találok. 109 rubellel csapták be a büfét. Ajajajajajaj, sopánkodott a művész. Hát azt hitték, hogy az a pénz igazi? Mert arra még gondolni se akarok, hogy szándékosan csaltak. A büfék, büfés bánatosan sannított körül, de egy szót sem szólt. Vagy mégis csalók volnának? Kérdezte angodalmasan a mágus a vendégtől. Hát vannak Moszkvában csalók? A büfés olyan keserű mosollyal válaszolt, hogy minden kétség eloszlott. Igen, sajnos vannak csalók moszkvai, a moszkvaiak között. Hát ezekkel a sorokkal szeretnék további kitartást kívánni a vizsgaidőszakra, és mindenkinek áldott, feltöltő és pihentető nyarat.